Hát ügyes voltam. Most már megkönnyebbülten mutatja a mentőktől kapott bátorság Macit Zoé. A kislányt ennek a kabai óvodának az udvarán csípte meg egy darázs. Darázs még nem csípte meg soha, ezt vérből állapították meg, mert 6 hónapos korában vettem észre rajta azt, hogy amikor megcsípte a szúnyog, akkor neki nem bepirosodott a keze és felhólyagosodott, hanem begennyesedett. Tehát egy gennyes hólyag jött elő nála minden csípésnél. És én elvittem szakorvoshoz, és ő mondta azt, hogy ő szerint ez allergia lehet, de vizsgáljuk ki. Először csináltak nála karcolásos allergia vizsgálatot, ott semmit nem mutatott ki, és utána vérvizsgálat. Tehát vérvétel volt, és ott derült ki, hogy szúnyogra, méhre, darázsra, lódarazsakra, rovarokra allergiás. A rovarcsípés ájulással, fulladással járó tüneteket idéz elő az arra allergiások szervezetében. Zoé is rosszul lett a csípés után, az óvónők azonban azonnal beadták neki az EpiPen nevű szert, amelyet a kislány mindig magánál tart. Hívták a mentőket, értesítették az édesanyját is, hogy baj történt. Mivel az anya vidéken dolgozik, így aznap a dédi mama ment a kislányért az óvodába. A másik óvónéni az a 112-vel ugye vonalba volt, ő ide is adta a telefon, mikor én megérkeztem, bemutatkoztam neki, mondta, hogy mit csináljunk. Én nagyon aggódtam, borzasztóan. Én legszívesebben beoltottam a másik inekcióba is, mert ugye 2 van, de azt mondta a hölgy, hogy ne terheljük egyelőre a szervezetét, pár perc osztott van a mentő. Hát kb. 3-4 perc múlva ott is volt a mentő, orvossal ellátva, tehát szakszerűen. Ő azonnal hozta be az orvosi műszereket vizsgálni. Nagyon-nagyon oda tette magát a fiatal doktor úr. Le a kalappal előtte, mert a szavából sugárzott az a nyugalom, az a segítőkész, tehát nem tudom szavakba önteni, amit én akkor ott átéreztem. A kislányt a mentők a Debreceni Klinika gyermeksürgősségi osztályára szállították, ahol szakszerű orvosi ellátást kapott. Néhány órára még megfigyelésre bentartották, majd hazaengedték.